Az önkormányzatok számláit az OTP 1971 óta vezeti. Akkor az önkormányzatokat még tanácsoknak hívták. A rendszerváltás után az önkormányzatok nagyon gyorsan aktív szerepet kezdtek játszani a helyi gazdaság formálásába. Az új beruházások generálásába, kialakításába ma is óriási szerepük van. Aki Kiskolatszázat ismeri, azt tudja jól, és látja, tapasztalja, hogy az elmúlt esztendőkben ez a város milyen látványos fejlődésen ment keresztül. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy legyen egy olyan pénzügyi bázis, egy alap, amire tudunk építkezni. Ez részben saját forrásokban valósult, meg részben pedig hitel formájában, és az OTP mindig partner volt abban, hogy ezek a pénzügyi eszközök a rendelkezésünkre álljanak. Minden évben átbeszéljük, hogy milyen fejlesztéseket, milyen beruházásokat szeretnénk megvalósítani, milyen pénzügyi forrásokra van szükségünk. Ők mindig nyitottak, együttműködőek, és elősegítik ezzel is, ez a nyitottsággal, együttműködési hajlammal azt, hogy ezek a fejlődések nem akadnak meg. Tudjuk azt az ütemet diktálni, amit elterveztünk, amit szeretnénk megvalósítani. Jó viszony van természetesen a két település között, és ilyen itt is összeértek a szálak, hogy én nagyon jó szívvel ajánlottam az OTP Bankot Szegvár nagyközségének is, mert hogy valóban nagyon megelégedettek vagyunk azzal a szolgáltatással, amelyet az OTP nyújt a városunknak. Automata került telepítésre szeptember legvégén, és nagyon örülnek a szegvári lakosok. Nekünk az volt az elképzelésünk, hogy egy olyan bankintézettel szeretnénk kapcsolatba kerülni, aki ezt a nehézséget át tudja hidalni, és az OTP Bank, aki ezt nekünk megoldotta a lakosság megelégedésére, és nem csak az automatával fejlesztettünk itt a szolgáltatások körén, hanem poszterminálok is kihelyezésre kerültek. Ismerősökhöz megyünk be az OTP-be, mert jobbára ugye szentesiek dolgoznak ebben a fiókban. Ezáltal a személyes kontaktus és a személyes kapcsolat is mindig megerősíti mindkét felet abban, hogy az együttműködés hosszú távra szól. Számít az is városvezetőként, hogy az önkormányzat vonatkozásában hogyan tudunk együttműködni, illetve úgy gondolom, hogy Szentes városa és az OTP ezt a közös jó együttműködést még bővítette azzal is, hogy a társadalmi szerepvállalásnál kifejezetten számíthatunk a pénzintézet segítségére. A válságos időszakban vagy bajban is veszik meg a barát. Amikor jól megy a szekér, akkor is jól együtt tudunk működni, és amikor voltak nehézségek a település üzemeltetésben, beruházásokban, akkor is tudtunk számítani az OTP Bankra. Most már több mint 3 évtizedes pozitív tapasztalat áll a település, illetve a bank együttműködése mögött. A fenntarthatóság az alapvető mindenben. Tehát közgazdászként azt kell, hogy mondjam, amit nem tudok fenntartható módon megterveztetni, és utána nem tudom üzemeltetni, annak semmi létjogosultsága nincs. A mi ágazataink azok nem jövedelemtermelő ágazatok, egy úszoda, egy iskola, egy óvoda, egy sportcsarnok, egy település üzemeltetés, közterületek üzemeltetése, ez nem nyereséges feladat. Itt az a kérdés, hogy mennyi az a költség, amit egyáltalán szánunk, tudunk rá szánni, és ezen kívül hogyan teremtsük meg annak a feltételeit, hogy ebből ne keretkezzen nagy adósság a településnek. Ez szerintem minden önkormányzatnak egy alapvető feladata. Mi ezt azért elsődleges helyre tesszük a beruházásainknál, de azt gondolom, hogy aki végigmegy a városon, azt észre is veszi. Nagyon fontos fejlesztéseket hajtottunk végre. Alapvetően fejlesztési forrásokat veszünk igénybe, és nyugodtan mondhatom, hogy az OTP Bank szolgáltatási színvonala, az a tudás, amely a bank munkatársai által megtapasztalható, általunk, az rendkívül meggyőző, hiszen a debreceni vagyonkezelő, amelyik az egyik legfontosabb partnere itt Debrecenben az OTP Banknak banki finanszírozás felhasználásával biztosítja beruházásokat, a működéshez szükséges forrásokat, és hát egy nagyon jelentős változáson ment keresztül az elmúlt években a debreceni közösségi közlekedés kihasználva, élve azzal a finanszírozási lehetőséggel, amelyet az OTP Bank nyújtott. Ezen túlmenően a kormánnyal közös zöld busz programban
részben támogatás, részben pedig OTP bankos finanszírozás igénybevételével állt üzembe 12 új elektromos autóbusz Debrecenben. Az önkormányzatnak az egyik valahol volt legnagyobb beruházása az éppen a Covid, illetve az energiaválság közepette valósult meg, és hála Isten 2023. szeptemberében révbe is ért. Ez pedig a bükkfürdői termáltér fejlesztése, és az eredetileg tervezett költség az elszállt. És ennek a áthidalására az OTP biztosította arról minket, hogy készenléti hitelt rendelkezésre tud bocsátani, amelyet a különböző pályázati konstrukciók, illetve önerő kiegészítés miatt nem kellett igénybe vennünk, de végig a bank, a számlavezető bankunk, az OTP ezt biztosította, és ez tulajdonképpen megkönnyítette minden döntésünket, amely a projekt befejezésére irányult a legválságosabb időszakban is. Minden olyan, ami EU-s támogatás, ahhoz biztos, hogy kellett saját erő. Amikor ezeket megterveztük, általában az átfutás ide 2-3 év alatt az árak folyamatosan emelkednek. Biztos, hogy nem jövünk ki abból a támogatási összegből, amit 2 évvel ezelőtt jóvá hagytak nekünk. Innentől kezdve külső forrásra vagyunk determinálva. De azt látom, hogy amikor a finanszírozó bank, az OTP az egyik annak, aki képes és akar hitelt adni annak az önkormányzatnak, akkor ezt a kormányt is engedélyezi. Az OTP bank nyerte 300 millió forintos hitel kerettel segíti a várost. Itt egy újabb energetikai fejlesztések sorozata fog bekövetkezni, amely azt jelenti, hogy közel 30 intézményt látunk el napelemes fejlesztéssel, óriási segítség ennek lehetősége is Szentes városa számára az OTP bank nyertétől. Szegvár központjában található egy gyönyörű szép tó, amit szeretnénk rehabilitálni, olyan szinten módosítani, átalakítani, tisztítani ezt a tavat, hogy egy szabadidős parkot tudjunk ott kialakítani. Bízunk benne, hogy az OTP bankkal közösen egy hitelformájában meg tudjuk majd oldani. Van egy érvényben lévő Bükkfürdő 2030 tervünk, azt szeretnénk megvalósítani most már talán egy ugalmasabb időszakban. Az iparterület fejlesztése az folyamatban van, próbáljuk azt is diverzifikálni, hogy ne egy vagy kettő ipari szereplőtől függjön a város gazdasági vagy ipari élete, és a harmadik pedig a közszolgáltatásoknak a fejlesztése, amelyek közül most egy új bölcsődeépület építése van tervben, nyertünk pályázatot, és új rendőrös, illetve tűzoltó kaszárnya építése van tervbe véve. Minden olyan fejlesztést preferálunk, amely a környezetet nem terheli, tehát ezt a környezettudatos szemléletmódot erősíti, és valóban a fenntarthatóság szempontjából lényeges az, hogy minél kevesebb energiát használjunk fel annak érdekében, hogy akár egy épületet tudjuk üzemeltetni és működtetni. Tehát most már az új fejlesztési elképzeléseinket is ennek szellemében készítjük el. A város növekedése, a város gazdasági fejlődése életre hív nagyon sok új igényt, ezért villamos fejlesztéseket és nagyon komoly közlekedési fejlesztéseket szeretnénk végrehajtani a következő években. Csak úgy tudunk megfelelő ajánlatokat adni, hogyha az ajánlataink adatokra épülnek és az önkormányzat teljes ismeretére épül. Mi eddig így dolgoztunk, és szeretnénk a jövőben is így dolgozni. A kapcsolatnak a kölcsönös bizalomra, egymás megismerésére kell alapozni. Azt gondolom, a következő 50 évben is hasonló módon tudunk sikeresen együtt dolgozni.